Tömörkény István, külső észjárások. Avagy Albert Königgrécznél. Az öreg Albert véleménye és a világi dolgok környülállásáról való tekintete szerint méltóságos úr vagyok. E dolog genezise ott kezdődik, hogy amidőn Albert, mint célszerű szőlőmetsző napszámos a tanyába került, úgy titulált, hogy tekintetes úr. Albert a sebőkökből való, s valaha ez az egész táj a sebőkök birodalma volt. A vidéket ma is Sebőkhegynek nevezik, s bár a birtok a sebőkökről lemaradt, a tájról a név sohasem fog lemaradni. Az öreg Albertet tehát, mint az egykori tulajdonos ősök leszármazottját kell tisztelni, s nem járja az, hogy egy ilyen ember tekintetes urazza azt a jöttmentet. Amúgy sem lévén a titulusokkal barátságos viszonyba elegyedve, mondtam, hogy mondják meg az Albertnek, hogy teljesen felesleges dolog ez a tekintetes urazás. Albert másnap nagyságos úrnak nevezett, mondván, ide nézzen, nagyságos úr, hogy van-e még csak egyetlen tőke is a kerekvilágon úgy megmetszve, mint ahogy ez van. Mondtam aztán, hogy mondják meg Albertnek, hogy minek az a nagyságos titulus, mire Albertben feltámadt az ősi dac, s azótától fogva méltóságos urazott, mondván, hogy tudja ő, hogy mi rukál. Mert nem hiába volt ő katona a König Récbe, a nagy szaladásnál. Így állván a dolgok, délben, ahogy ennénk az ebédet az ereszet alatt, átszólok a másik asztalhoz. Albert bátyám, csak ugyan ott volt a nagy szaladásnál a König Récbe. Ott, mondta Albert, s megállt a kezében a leveses kanál, hogy most már megint igazság szerint, ha jól keressük, miről jó az ilyen régi dolgokról való beszéd. Aztán sokan voltak ott? Azt mondja Albert. Voltunk, lehetősen. Aztán mi történt ottan? Hát, feleli, ami az ilyen katonai sokaságba szokott. Patallérozás, lüvés, szólt az ágyú. Hát aztán, Albert bácsi, maha mondja már. Hát, mondja Albert bácsi, hát, addig lüvődöztünk, hogy elbuktuk a csatát. Helynye, mondom, fene teremti. Magyar ember létökre, hogy bukhattak már el csatát? Egy árva szó nem sok, de Albert bácsi egy ideig még annyit sem szól. Idő múltán mondja csak, megvetőleg. Hát pedig, méltóságos úr, amit 9 nap alatt előre marsoltunk, azt 2 nap alatt visszaszaladtuk. A szégyön azonban nem gyühet tekintetbe, mert a dolog nem a magyarokért történt. Erre az igazságra azóta alig, ha nem mások is rájött.